sok szeretettel köszöntjük Önöket Szelesi Ferenc naplóinak a bemutatóján. Én Dávid Anna vagyok, a magvető igazgatója. A beszélgetés Kovács Attila Zoltán vezeti, és vendégeink Kassai László, aki a kötet szöveggondozását végezte, a jegyzeteket írta és a bevezető tanulmányt írta, és György Péter. Nem kéne mondani valamit, hogy író vagy esztéta, vagy csak így egyszerűen. Az helyzet szép estét kívánok Önöknek. Azt hiszem, a három közül én meg a legkevésbé ismert ebben a történetben. Kovács Attila Zoltán vagyok, a társkiadónak a izomtörténésze vagy szerkesztője, és a történészként, vagy egy időben történészként a tanítványa voltam Karsai tanár úrnak, úgyhogy az előbb egészen jól elbeszélgettünk a régi szegedi évekről, vagy a helyzet Szegeden mostanság. De most már ő is eljött Szegedről, tehát ugye már más viszi a tanszéket. A mai témánk a Szálasi Ferenc naplói, részben korábban kiadott, illetőleg a novum szerint, ugye, és a leglényegesebb pont szerint a nem kiadott naplójának az első megjelenése. Azt hiszem, nem feltétlenül egy karácsonyi könyvről beszélünk. Én PDF-ben olvasom körülbelül egy hete, vagy talán 10 napja, Alexandra átküldte nekem még annak idején a kötet nyomdába adott PDF állományát, és aztán a könyvvel én ma találkoztam délelőtt, amikor beértem a szerkesztőségbe, és hát a történeti benyomásokon túlmenően azt hiszem egy igen súlyos könyvről van szó, nem azért, mert hogy elsősorban 800 oldal, tehát akár fegyverként is használható tárgyi mi voltában, hanem a mondani valója kapcsán, tartalma kapcsán, és főleg azon portré kapcsán, ami kirajzolódik a napló íróról. Nyilván az információk egy részét ugye az emberek többé-kevésbé tudják, tehát azért tudjuk, hova kell kötni Szálasinak a figuráját, talán ismerős a történelmi kontextus, amiben ő hatalomra jutott, de azért van egy megtöbbentő pontja ennek a naplóból sugárzó önbizalomnak, démonizált hitvilágnak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza pontosan, ami fölveti azt az érdekes kérdést, hogy a magyar történelem hogy tudta földobni ezt a palit, és akkor most egészen profánul fogalmazok, hogy a történelmi fejlődés sor, ami ugye a 30-as, 40-es évekre igazolható, az hogy tudta földobni ezt a palit, akiről látványosan kiderül a naplóolvasás kapcsán, vagy egyeseknek nyilván a korábbi tudásuk kapcsán, hogy a szómai értelmében megfogalmazott, talán egy elmeháborodottal van dolgunk, de nem biztos, hogy ezt így totumfaktumként ki lehet jelenteni. Minden esetre az a ideológia rendszer, amit fölvázolt elméleti síkon, az ugye egyrészt gyakorlatban nem működött, de megpróbálta megvalósítani. Úgyhogy a mai este megpróbáljuk ezt a portrét közismertté tenni, vagy ismertebbé tenni, hogy mégis ki volt Szálasi Ferenc, ugye ez a kassai születésű katonatiszt, ugye a Kassáról egészen más szokott eszébe jutni az olvasottnak, vagy a jutalomhoz közel állóknak, semmint Szálasi Ferenc neve. De hogy mégis mi ez az ideológia, mi ez az elvi háttér, amit ő sikerre tudott vinni, illetőleg abban az 5 hónapban is idézőjelbe téve sikerre tudott vinni, illetőleg értelemszerűen bukással volt ítélve, hogy ki volt ő és mi volt ő valójában, az remélhetőleg kiderül a mai este beszélgetése kapcsán. Úgyhogy elsőként a sajtórendezőt kérdezném is meg rögtön arról, hogy mi az a Szálasi portré, amit ismerünk, és mennyiben újít ez a kötet a naplóolvasás után annak kapcsán, hogy valójában ki volt ő. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Ebből is arra következtettek, 25 évvel ezelőtt volt tanítványom, hogy őt kivételesen nem buktattam meg, mert kevésbé kedvesen. Elsőre átment egész jól. Ez a ritka kisebbség, ahogy Szálasi is egy viszonylag ritka kisebbséghez tartozik. Abból a szempontból mindenképpen, semmiképpen nem szeretném a Szálasi életrajzomat most mondjuk 57 percben röviden összefoglalni. Aki akarja, az gondolom még ebben a közösségben is megvásárolhatja.
De vannak a szálasi életrajznak olyan rejtélyei, amelyeket több, mint másfél évtizedes munka után sem tudok én sem, és azt hiszem mások sem megoldani. A kassai polgárokra célzott előbb kedves tanítványom, de Szálasi egy kispolgári katonatiszti, tehát már nagyszülőkig visszamenően apai ágon katonatiszti családból származik, és mind a négy szálasi fiú katona lesz. Egyikük, ahogy akkoriban meg újabban is mondani szokás, én nem olyan szeretem ezt a kérdést, a Béla testvére, az hősi halált halt még 44 szeptemberében éppen Kolozsváron, egy szovjet bombatámadás következtében. A másik három és a nővére túlélte a világháborút, és édesanyja is, édesapja még 1940-ben közvetlenül a börtönből való kiszabadulása előtt meghalt. Ami nagyon furcsa Szálasi életrajzában, hogy nincs indoka annak, hogy miért ment ő politikusnak. Neki volt egy nagyon jó, nem is azt mondanám, hogy állása, hanem hivatása. Ő a vezérkarban, lehet egy kis túlzás, de az egyik vádlottársa, Berekfi, későbbi nyilas honvédelmi miniszter, azt mondta, hogy fogalom volt Szálasi neve a fiatal tisztek és a nem fiatal tisztek között, mint a becsületesség, a ékes szólás, az intelligencia, a szorgalom, és volt egy tulajdonsága, amelyet nagy örömmel fedeztem fel benne, hogy végre valami, amivel tudok azonosulni, ez a halálos pontossága. Ez azt jelentette, ezt az életrajzban leírtam, itt most már nem akartam megismételni, hogy amikor tartotta az úgynevezett koronatanácsokat, vagy minisztertanácsokat, annak volt egy szabályzata. Azt ő maga fogalmazta, és abban volt egy alpont, az egyik az, hogy bár ő is dohányos volt, hogy nem lehetett dohányozni. Hát egy hosszú-hosszú órákon keresztül tartottak ezek a koronatanácsok, de a koronatanácsra érkezőknek nagyon is érdekükben állt az, hogy pontosan érkezzenek, mondjuk aki késett, mondjuk egy miniszter, valamiért, hát bombáznak például, és nem tud tovább menni. Szembe jön 470 tank, akármilyen vörös vagy nyilaskeresztes, vagy nem. Most akkor nem tud beérni pontosan. Nem engedik be. A szánsegédnél pedig írásban kell jelentést tennie arról, a bűnéről, hogy amit elkövetett, hogy miért késett. A késni azt nem. Na most Szálasi egy fényes katonai karriert hagyott ott, 1930, hát pontosan mikor hagyta ott, ő elkezdett 1930-as évek elején politizálni. Először magántársaságban, mondta magáét, ennek következtében besukták, ennek következtében akkor még a honvédelmi miniszter Gömbös elé került, ami egy vezérkari tiszt esetében nem volt túl gyakori, és Gömbös figyelmeztette, hogy amíg ő itt ül, már ebben a székben, addig Szálasi ne politizáljon, de ha ő elmegy, akkor jöhet a helyére. Na most ezt Szálasi szó szerint értette, és amikor 36-ban Gömbös meghalt, már miniszterelnökként, akkor Szálasi bejelentkezett a kormányzó irodán, hogy Horthy legyen szíves, hogy miniszterelnöki kinevezni. Na most ilyen eséllyel most ott a jelenlévők között, életkortól és nemtől függetlenül legalább 8-10 ember bejelentkezhetne Áder Jánosnál, hogy legyen szíves őt kinevezni miniszterelnökké Orbán Viktor helyett. Ugyanennyi esély volt, senki nem ismerte Szálasi nevét, egy teljesen ismeretlen politikus volt, akkor még országszerte nem akadt 300 ember, aki tudta volna róla, hogy mit is akar igazán. Ezen annyira elkeseredett, hogy elment Németországba és elkezdte tanulmányozni több mint két héten keresztül a német propaganda módszereket. De még mindig nincs válasz arra, hogy miért kezdett ő a 30-as évek elején politikai brosúrát írni, és azt engedély nélkül kiadni. A Horthy hadseregben ennél kisebb fegyelmi vérségért, tehát politikai brosúra kiadása felső parancsnok engedélye nélkül meg szokták torolni. Szálasival jól kitoltak, a vezérkarból kitették, a fővárosi jó kis vezérkari állásából kitették, elküldték Szegedre, bocsánat, mindig Szegedre, Egerbe küldték el,
és ott csapatszolgálatra vezényelték, és tudtára adták, hogy ez így nagyon nem lesz jó. Tehát egy hatalmas fekete pont került az életrajzába. Szálasi nem hagyta abba, és kérte a nyugállományok helyezését, mint letette a őrnagyi vezérkari vizsgálat, és 35 tavaszán elkezdte a pártot szervezni. Az egyik legnagyobb gyanúm az az, hogy lehetett egy olyan félig meddig titkos katonatiszti, politikusi, üzletemberi kör, amelyik fölfigyelt rá a beszélgetései, és talán a politikai brosúrái hatására, hogy itt van egy fiatalember, akinek vannak gondolatai. Hogy miből is áll, vagy miből is állnak ezek a gondolatok, ezeket meg kell mondjam, hogy az, aki a Szálasi életrajzomat, vagy ezt a Szálasi napló mennyiséget végigolvassam, én nem nagyon fog tudni nálam levizsgázni, aki kevesebbet tudok, mint a vizsgázni óhajtó Szálasiból. Tehát nagyon zavaros, nagyon nehezen érthető, ellentmondásos. Azt tudjuk, hogy Szálasi a 30-as években őszinte híve volt egy jó ideig Hitlernek. Nem másolta Hitlert, ő mindig mondta, hogy nem egy magyarországi Hitler. Amikor a hívei Heil Hitlerrel próbáltak köszönni, akkor mondta, hogy nem, magyar nyelven kell, magyar zászló kell, ő tervezte meg ezt a nyilaskeresztes, vette át a nyilaskeresztes zászlót, és a horog kereszte helyett nyilas keresztet akar. Szálasi talán egyszer követve lett politikus, talán ennek a politikai, gazdasági körnek a hatására lett politikus, talán azt akarta bebizonyítani, hogy Magyarországon is lehet a kínzó gazdasági, társadalmi, politikai problémák között egy új politikai pártot szervezni. Nem tudom. Egy ilyen biztos, ilyen fényes, jól fizető karriert otthagyni a nagyon bizonytalan politikai karrierért, viszonylag szerény nyugdíjat kapott a hadseregtől, nagyon jó propaganda eszköz volt a nyilasok kezében az, hogy ő valóban szerényen élt, nem nagyon voltak ruhái, állítólag volt egy 3000 könyvtára, de erről csak egy forrásom van, tehát ezt nem merem nagyon hangsúlyozni. Az biztos, hogy kényes ízlésébe mondjuk József Attila és Adi nem fért be. Őket ki akarta iktatni a magyar irodalomból, de ahogy erre sem volt módja, ugye a gazdasági elképzeléseit sem tudta megvalósítani a hatalmatása után, mert egyszerűen nem volt rá ideje, tere, jöttek a vörös katonák. Tehát Szálasi egy nagyon furcsa, nagyon, én óckodnék attól, hogy egyszerűen leelmebetegezzük, vagy őrültnek, vagy megszállott, igen, megszállottan hitt a saját igazságában. Ilyen emberek ma is ismertek Magyarország szerte, akik tudják azt, hogy nekik igazuk van, és csak nekik lehet igazuk, és hogyha véletlenül nem lenne igazuk, akkor az első pont lép életbe. De most Szálasi, amit gazdasági elképzeléseiről lehet tudni, itt most nagyon röviden foglaltam össze az előszóban, mert erről a Szálasi életrajzban egy nagyon hosszú fejezet, vagy viszonylag hosszú fejezetet írtam, egy olyan politikai programot, gazdaságpolitikai programot vázolt, amit ma is nagyszerűen lehet esetleg egy választási hadjáratban alkalmazni, tehát nagyon alacsony árakat vezet be, nagyon magas béreket, még magasabb nyugdíjakat, minden, de mindent államosít. Valamit kifelejtettem esetleg. Akinek valamelyik pont nem tetszik, az esetleg forduljon Lenin elvtárshoz 1920-ban, aki pontosan megmondta, hogy az ellenforradalmárok ott szervezkednek a leginkább, ahonnan a legtöbb gabonát mi begyűjtjük. Tehát a paraszt valamiért ezen nagyon alacsony nyomottáron nem akarja odaadni a gabonát. Akkor fölbelőjük. Meg a gabonát elvesszük. Egy idő múlva persze fekete piac lesz, és a parasztok egy része ellenünk fordul, de csináljuk meg ezt. És 40 után még évtizedekig Európa szerte nagyon sok helyen, és még ma is, hát ha nem is ilyen durva formában, de az, hogy meg lehet ezt oldani, kérem, néhány kemény rendelettel, meg politikai akarattal a gazdasági problémákat, ezt egy nálunk sokkal, de sokkal nagyobb országban egy, azt kell mondjam, hogy talán Szálasinál is műveletlen ember propagandá fegyverként alkalmazta, és elnökké választották.
azzal a fölkiáltással, hogy miért ne lehetne ezt megcsinálni, akik ezzel nem értenek egyet, azok a közgazdászok, azok pedig nem számítanak. Ez úgy tűnik, hogyha a 30-as éveket nézem, vagy a 30-as évek politika történetét, hogy nyugdíjba ment, és utána lett politikus, utána lett meghatározó politikus. Az a kérdés, hogy ezt az őrült eszmét, ugye ezt a hungarista ideológiát, ezt ő hozzá köthetjük kizárólagosan, vagy Hubay Kálmánhoz, ugye, aki továbbvitte a pártot az időszak alatt, ameddig ugye börtönben szenvedett. Hubay a szervező, Hubay a gyakorlati ember. Hubay szerintem, ezt nem mertem leírni, talán majd a második, de még inkább a harmadik kiadásában, a Szálas életrajzban talán majd le fogom írni. Hubay semmit nem talál ki, de Hubay nagyon örül, amikor Szálasit lecsukják. Végre nem akadályozza a munkát, meg tudja szervezni igazán a párt propagandáját, a párt szervezetét, maga mellé vesz egy szintén rendkívül jó szervezőt, pártszervezőt, egy Baky László nevű csendőrőrnagyot. Ővele fogunk majd 1944-ben találkozni belügyi államtitkárként, és akkor már 3 éve Szálasi egyik legveszekedettebb politikai ellenfeleként. Baky és Szálasi között a fő ellentét az, hogy Baky teljesen gátlástalanul német barát. Szálasi meg azt mondja, hogy mi magyarok vagyunk, mi magyar politikát akarunk folytatni, mi nem tekintünk sem Moszkvára, sem Berlinre. Majdnem Brüsszel mondtam, bocsánat. Nem. De nem mondtam. Tehát csak magyar érdekeket nézzünk. A párt akkor a legerősebb és a leghatékonyabb, a legsikeresebb, amikor Szálasi börtönben ül. Szálasi a börtönből nem üzenget, nem szervez semmit és senkit, akiket fogad, azokkal politikai kérdésekről ráadásul nem is hajlandó beszélni, viszont föl lehet mutatni a népéért küzdő, fáradó és szenvedő mártír Szálasit. Ez a Szálasi kép segíti a 39-es választásokon nagy politikai sikerhez és 600 ezer szavazóhoz. Az akkor már 200 ezeres pártagságú, a legnagyobb tömegpártá válik a Horthy rendszerben a Szálasi párt, amely pártot Szálasi nagyon keményen irányítja. Ott nincs demokrácia, ott mindenben a pártvezetőnek van igaza, amit ő dönt, az a döntés. Ha másnak más dönt, akkor az új politikát kell követni. Ez a párt nem csak a fiatalok pártja, de ami nagyon érdekes, hogy általunk átnézett és földolgozott, mint egy 28 ezer pártagsági karton alapján kimondható, hogy például a párt tagoknak, a napi pártagoknak 17%-a nő. Nem tudjuk, hogy más pártokban mennyi volt, de gyanítom, hogy ennyi, és zömmel fiatal vagy fiatalabb korosztályhoz, tehát a 20-as, 30-as években, 20-as, 30-as éveikben járó hölgyek és nők ilyen tömegben nem vettek részt valószínűleg más pártok munkájában. Ez a párt és ennek a pártnak a vezetője, akkori vezetője a börtönévek alatt, Hubay semmi újat nem talál ki. Hubay szerencsésen desztillálja azt, amit Szálasi nagyon zavarosan mondott, és néha nagyon érthetetlen módon adott elő. Hubay érthető, rövid programot ír Szálasiból, de nem ő a alkotó. Hát ő a tolmács, hogyan lehet így fogalmazni. Egy régebbi könyvre parafrazálva, a Néma hagyomány. Ezt itt a szempontból, vagy esztétikai szempontból Szálasinak a eszmerendszere mit mond ma? Hogyan lehet ezt értékelni? Mert épp azt beszéltük az est megkezdés előtt, hogy az én olvasatomban ez a könyv az olyan, mint egy posztmodern mű. Tehát ha csak honnan definiálom a posztmodernet, hogy centrum nélküli, ugye, tehát teljesen egy parttalan valamiről van szó, akkor ez mint szöveg, és a szöveg és a műfaj szintjén egy kvázi posztmodern műnek tekinthető történet. Az a kérdés persze, hogy a mondani valója az hol jön át esztétikai síkon, vagy ha átjön, akkor mi jön át belőle? Hosszú évekkel ezelőtt üldögéltem a Széchenyi könyvtárban, és Adolf Hitler Harcom című könyvével töltöttem egy nyarat. Nem tudnám ennek világosan elmondani az indokát, mert semmilyen konkrét tervem nem volt ezzel, de azt gondoltam, hogy mégis hát lássunk tisztán egyszer ebben az ügyben. Nem hiszem, hogy megbántam volna ezt a dolgot, főképp ennek a kontextusában még végképpen.
A kettő között számtalan is millió különbség van, de a szöveg, ugye a keletkezés, meg a börtön, meg nem tudom. És hogy tulajdonképpen, amikor azt a Hitler írta, akkor nem igazán sejthette, hogy ebből valami fog történni. Tehát ebből a szempontból ugyanolyan, tehát a helyzetet tekintve ugyanolyan abszurd elképzelés volt, hogy az ő helyzetében ugyanolyan, sőt a szállásérben az értelemben egy establishment-e pali, mint ő volt. Abba a helyzetbe kerül, amibe kerül. Annak a szövegnek, amit én mélyen értek, hogy senki nem akar magyarul kiadni, és szívesen, ez egy másik beszélgetés, hogy ezt rekonstruálni, érdemes az új német kiadásának a fogadatás történetét, ami még nem messze nem tart a végén, de egy nagyon bonyolult, sőnne érdekes történet, és beleértve azt, hogy hogyan kell egy könyvet úgy megtervezni, hogy az ne egy mozgalmi könyv legyen, szóval a dizájntal. Hogy annak ugye az a tulajdonsága van meg, hogy ebből a szempontból, ahogy te mondod, a centrum nélküliségét illetően, elég sok azonosság van ebben az ügyben, tehát hogy tulajdonképpen mind a két szöveg kilép egy politikai paradigmának a világából, tehát abban, amit ebben a korszakban politikai paradigmaként értenek, ami azt értem, hogy abból a világból lép ki, ami az elképzelhető aljasságok birodalmaként írható el, mondjuk így egy ilyen kicsit a Borgesről utalva. Számtalan aljasságot elképzelhető abban a korban, a Lipót belga királytól elkezdve, a németek, hererók, tehát már minden megtörtént addigra, abban az értelemben, ami majd meg fog történni, de az uralkodó jobboldali vagy tekintélyre, ami paradigmában még mindig volt egy adag meritokratikus bonyolultság, ami ebből a szövegből tök, és egyébként a Hitleréből is. Van két nagyon fontos különbség, és ez mind a kettőt érdekelhető. Hitler tökéletesen fegyelmezetlen ebből a szempontból. Tehát az tényleg közelebb áll a német expresszionizmusnak a mondattanához, ha már itt tartunk. Ennek ugye, és hát a másik az, hogy ebben az értelemben és ez nagyon fontos különbség, azért ebben egy csomó olyan szöveg van, ami már post-festa van, tehát hogy mégiscsak, ugye nem azért, nem, tehát amikor már megtörtént, aminek nem lett volna szabad, amikor azt a Hitler írta, akkor mi nem tudta, hogy módjában lesz végre, azt, amire egyébként jelzem, hogy neki tehát csak a száját hosszú évek, és nagyon nehezen volt képes el. Ez egy nagy különbség egyébként, de hogy a legdrámai különbség az, hogy az egy manifestum, ez pedig egy méretetlen fegyelmezett szöveg. Amire szüksége van, mert hogy valójában egy ilyen közhelygyűjtemény, illetve nem közhelygyűjtemény, hanem egy nagyon bonyolult hisztériának és egy nagyon bonyolult nemzeti önértelmezésnek a folyamatos vágya, amit azzal tud elintézni, hogy tulajdonképpen egy ponton eljön belőle mindig ez a vezérkari dolog. Tehát hogy, ilyen nagyon, tehát, hogy a mondattanát azt nagyon fegyelmezetten le tudja szállítani. Köszönjük szóval, nagyon precízen tud fogalmazni, abban az értelemben, mármint mondattanilag, hogy a mondatnak semmilyen. Felolvasok belőle csak egy apróságot. A zsidó gyűlölet és bosszúja, a személyem és az eszme nagybetűvel, a hungarizmus ellen olyan nagy, olyan oltatatlan, hogy nem kétséges, az igazságom átmenetileg alul marad, és holttestemet fogja beborítani, befedni, mint halott illepel. De ebből az áldozatból és leprából fog megszületni a hungarista magyar birodalom és szabadságának vérrel szenté oltott zászlaja. Ez formálisan elme baj, tehát azért már túl minden, nem viccből, tehát ez nem egy retorikai alakzat, ebben elég sok olyan, tehát a szabadságának vérrel szenté oltott zászlaja, abban benne vannak a 19. századi csataképek, abban benne vannak a 19. századi olajnyomatok, tehát abban benne van egy a magyar nacionalizmus populáris kultúrájának az élménye, tehát egyébként azt kell mondanom, benne van az iskolában tanult. És ugyanakkor van benne egy szörnyű, és még egyet akartam mutatni, amit talán megér némi figyelmet. Meg vagyok győződve, hogy a magyar nemzet velem együtt meg van elégedve, és helyes nem tudomásul veszi a zsidósággal kapcsolatosan tett eddigi intézkedéseket, de ugyancsak meggyőződésem, hogy a magyar nemzet velem együtt megdöbbenten veszi tudomásul,
a jegyesek Magyarországon és Németországban nagyon hajtották végre. És ez a dolognak a másik oldala, hogy van benne, és ez egy nagyon drámai dolog. Nem tudom másképp fogalmazni, egy sterilitás iránti vágy. Tehát ő nem nagyon írja le azt, mintha el akarná magától tartani, tulajdonképpen mi történt. Tud róla, ez így kiderül róla, a más. Nem azt mondom, nem tud róla, hanem azt akartam mondani, hogy nem nagyon szereti ennek az érzéki megvalósítását, hanem egy olyan nyelvet használ, amint hogyha egy politikailag rendezett cselekménysorozat lenne, amit mind közösségesen olvasznak, hívnak, erről beszélnek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Mert ebben benne van a magyar uralkodó osztálynak az az elképzelése, amiről a múltkor beszéltünk, hogy tulajdonképpen a Szálasi az azért, tehát a Szálasival azért kényelmes, mert ott legalább végre Pesten valami borzalom történt, de egyébként pedig mindent lehet hinni a bürokratikus nyelven, mert nem itt történt meg. Érthetően, nem? Tehát mindent megcsináltunk Baki Lászlóval az ide ennek a dolognak, és minden alkalmas arra, hogy egy a jó modor keretében leírható, egy szalomban elmondható események legyenek. Csak annyit, egy kiegészítés talán, amit Péter mondott az előbb. Amikor Hitlert kérdezték a Mein Kampfról, akkor egyszer azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy a Mein Kampf kiadása után 8 éven belül hatalomra jut, akkor soha nem engedte volna kiadni. Tudni, annyira őszintén föltárta például a külpolitikáról szóló terveiben azt, hogy ő nem akar nyugat felé menni, hogy őt nem érdeklik a gyarmatok. Ő csak keleten akar hódítani, a meghódítatott területek pedig az Urálig terjednek. Na most kettő között ott van Lengyelország. Tehát, hogy a lengyelek hittek volna abban, hogy Hitlerre lehet békét kötni, ha elolvassák komolyan a Mein Kampfot, akkor sem az angol, sem a francia, sem a lengyel vezetők nem hihették volna azt, hogy Hitlerben lehet bízni. De a hitleri mű az egy önéletrajz, egy sikertörténet a kancellár felől nézve. Visszanézve egy sikertörténet, ahol írja, börtönben, de már országszerte híresnek képzeli magát, de azért meg kell mondani, hogy 1930. januárjában megjelenik Angliában egy Németország története. 30. januárjában abban egy angliai Németország történetben egy lábjegyzet szól Hitlerről, megemlítve, hogy a 20-as évek elején pucsa próbálkozott, lecsukták, azóta nem tudok róla. Na, a 30. szeptemberi választáson aztán már 6,4 millió szavazattal az ország második legerősebb pártjaként jelenik meg. Szálasi és a zsidók, Szálasi és a holokauszt. Jó, bocsánat, én ekkorát sóhajtottam, de akkor, amikor 2008 tavaszán először nagyon rosszul megfogalmazva azt mertem mondani, hogy a Szálasi rezsim alatt jobb volt a zsidóknak, mint a sztójai Horthy kormány alatt, akkor csak azért nem antiszemitáztak le engem, mert azért már annyira ismertek országszerte, hogy ezt a vádat, bár van olyan, hogy zsidó gyűlölet, de ezt nem akarták mondani, akkor legegyszerűbbet mondták, megbolondultam. Elnevetek vagyok, jó, hát van ilyen, hogy ideig egy ember dolgozik, aztán megbolondult. Elkezdtem jobban megfogalmazni, hogy kevésbé volt rossz. Nagyon röviden. Szálasi és rezsimje körülbelül 50 ezer zsidó haláláért felelős. A sztójai Horthy kormánynak köszönhetően, és annak, hogy szervezetten megcsinálják a holokauszt történetének legnagyobb deportál, leggyorsabb, legnagyobb, leghatalmasabb deportálási akcióját, majd a halottakat a németek állítják elő a Auschwitz-i gyárban. Nem mi magyarok. Nekünk ez semmi közünk. Elszállították a zsidókat, valamennyi zsidót. Miért is kell elvinni a gyerekeket, az öregeket, a betegeket? Hát a zsidók szeretnek együtt lenni, már olyan családszeretők. Nem lehet jobban szeretni a családot, mint a gázkamrában. Ott már igazán össze lehet zárkózni. De akkor mi magyarok mit tettünk? Hát mi semmit. Hát itt maradtak az elhagyott javak. Kérem, ebbe gondoljanak bele. Jogász fiamtól hallottam, ezt megvilágosodás erejével hatott rám, hogy létrehozzák az elhagyott javak kormánybiztosságát. Miért kell ezt létrehozni? És a fiam megmagyarázza, ez a jogász. És azt mondja, hát apa, a római jog szerint hogy lehet tulajdonhoz jutni? Öröklés, vásárlás, ajándékozás.
Na és van még egy módszer, megyünk az utcán, találunk egy tömött pénztárcát. Senki. Akkor az enyém. Ja, elhagyott javak, elhagyott lakások. Milyen feledékenyek ezek a zsidók? Hát nem elhagyják. Igaz, mondták nekik, hogy 50 kilónál többet nem lehet a gettóba bevinni, tehát mondjuk finomabban fogalmazva az állam kirabolta őket. Fegyveres erőszakkal, fizikai erőszakkal. Kiigényeljük a lakásaikat, kiigényeljük a útoraikat. Márainak van egy remek kis megjegyzése a naplójában 44-ben, éppen megedem, hogy két orvos összetűzött egy deportált orvos kollégájuknak a fogorvosi berendezésén. A vitából lovagias ügylet, párbaj, hiszen mi lovagias nemzet vagyunk. Megsértették nyilván egymást, hogy nekem jobban jár a kollégának a orvosi felszerelése, hiszen a kolléga elhagyta a javait. De ez mind-mind megváltozik a nyilasok alatt. Szálasi azt mondja, hogy rossz ez a politika deportálni a zsidókat. Hiszen értékes munkaerő. Maradjanak itt Magyarországon. Lehetne mást is csinálni. Itt van több százezer zsidó. Cseréljük ki őket a magyar hadifoglyokra. Ők ott vannak szovjet hadifogságban. Mi lenne, ha kicserélnénk őket? De ne vigyék el őket. Miért deportálják? Miféle politika ez? Mondja nyilvánosság előtt is 44-ben. Az ennél kevesebbé is már tudtak le embernek. És Szálasi, amikor hatalomra jut, akkor nem engedi a zsidókat deportálni sok-sok napig, 12 napig. Ez rengeteget számít, kérem. Akkor már fél Magyarország hadszintér. Ha még néhány hét eltelik, és Sztálin nem olyan ügyetlen, ezt Munkvári Krisztiántól jobban meg lehetne tanulni, hogy lehet volna Budapestet hamarabb felszabadítani, akkor Szálasinak még annyi ideje sincs a budapesti zsidókat elkezdeni deportáltatni, de csak november elején. És november 21-én Szálasi a németek tiltakozása ellenére leállítatja a halálmeneteket. Most ez nem az a politika, amikor Hordinak kell sztójait arra kényszeríteni július 6-án, hogy abba hagyja a deportálásokat. Most akkor erről beszélek, hogy az egyik egy csak 50 ezres tömeggyilkos, a másik egy 350 ezres tömeggyilkos, ez 8 év alatt nem ment át. Nem olyan messze innen rontottak nekem zömmel persze holokauszt túlélők, hogy tehát én mentegetem Szálasit. Egy 50 ezres tömeggyilkos, megveszekedett antiszemitát, ez mentegetés? Ez rehabilitálás? Szálasi megérdemelte, hogy felakasszák. Ha amit elkövetett, abban nem is a zsidók elleni politikája volt, és érdekes módon ő nem védekezik azzal, amivel védekezhetett volna, például a gettók létrehozása. A gettókat a németek ellenére hozta létre. A nagy budapesti gettót a főváros élelmiszerkészletéből élelmezték, amennyire élelmezték, mert éheztek ott az emberek, mert pusztultak ott az emberek, mert Szálasi nem tudta megoldani, Szálasi és rendszere nem tudta megoldani azokat a közbiztonsági problémákat, amelyek nélküle nem is léteztek volna. De ez egy más rendszer, mint a szervezet, nagyon, nagyon jó szervezet és sajnálatos módon nem korrupt hortisztójai rendszer, amely úgy deportál, hogy egy van még argentinai emigrációjában is. Úgy emlékszik vissza, hogy ez volt a csúcs, ez volt a legjobb, a legcsodálatosabb. Eichmann nem volt egy barátkozó típus, itt kötött barátságot Vaki Lászlónak a belügyi államtitkár társával, Endre Lászlóval. Ott majdnem mindenki Laci, mert aki még szervezi, Ferenci László. De nem ezért lettem én László, hanem a döccse miatt, aki szintén holokauszt túlélő, és majd Izraelbe fog még kivándorolni. Visszatérve, én igyekeztem Szálasi életrajzban ezt a döntő momentumot megragadni. Nem a magyar történelem mélypontja a Szálasi rendszer. A magyar történelem mélypontja a 38 és 44 közötti Horthy és az alatta és általa kinevezett miniszterelnökök időszaka. Ezt nem tudom, hogy ezzel a naplókkal sikerül-e tovább mélyítenem. Nem fogom be pörös számot, és amíg lehet, ezt én mondani fogom. Nem Szálasi mentegetése, ismétlem, egyáltalán nem volt soha szándékom, a megfelelő helyére állítása. Ha versenyzünk azért, hogy ki a magyar történelemben a legiszonyatosabb és legborzalmasabb zsidógyilkos,
akkor Szálasi ebben a nemes versenyben messze második, harmadik helyre szorul. Mert az fogja is a Darányi van előtte? Hát Darányi semmiképpen, mert ő hoz egy zsidó törvényt, és utána egy másikat előkészít, aztán már lába se éri a földet. Darányi folytatja azt, ami 1920-ban Numerus Clausussal Teleki Pál első miniszterelnöksége idején elkezdődött, majd különböző belés külpolitikai jogok miatt csak 38-ban folytatódott. 38 és 42 között 21 újabb zsidó törvényt és több száz antiszemita rendeletet ad ki Horthy jóváhagyásával, soha egyetlen alkalommal már megtehette volna, hogy kétszer 6 hónapra visszaküldi a parlamentnek megfontolásra az antiszemita törvényeket, egyszer nem tette meg. Szálasit az egész zsidó kérdés igazán nem érdekelte pályafutása kezdetén. Évekig nem is törődik a zsidó kérdéssel, külső hatásra kezd el zsidózni, amikor észreveszi, hogy ha ő egy jó ízű zsidózik, akkor ma úgy mondanánk a balliberális sajtó fölfedezi őt, és elkezd írni róla. Hogyan lehet mondjuk ma Magyarországon országszerte ismertségre szert tenni? Elég nehéz. Kimegy az ember a parlament elé, és ott levetkőzik. Ez még csak apró hír sem lesz. Beveri egy kirakatot, az még semmi. De hogyha már 100 zsidó üzletnek a kirakatát verjük be, ha utcán inzultálunk zsidókat, hogyha zsinagógákat támadjuk meg, és erről röplapokban írunk, hogy el kell venni a gazdagoktól mindent, ami a gazdagoké. Ettől ugyan a szegényeknek nem lesz több, de ezt az emberek zöme nem tudja. A gazdagoknak ne legyen. Az nagyon jó dolog. Azt vegyük el. És meghirdet egy szociális programot, és az antiszemitizmusa az mindig osztályalapú antiszemitizmus. El kell venni minden gazdagtól mindent, a gyárakat, a földeket, de a földeket el kell venni az egyháztól is, a katolikus egyháztól is. Hát a katolikus egyház nyilasellenes lesz ettől a pillanattól kezdve. Vannak antiszemita papok, ezt éppen Serédi irattárában szép számmal megtaláljuk őket, de a felső egyházi hierarchia nyilasellenes a faj elméletük miatt és amiatt, hogy a földet is el akarják venni. Ez a fajta Szálasi kép egyelőre nem tört át, a szakmailag nincs ezzel bajom. 2014-ben nagyon komoly szakmai viták után a Magyar Tudományos Akadémia második osztályán a történészek elfogadták a nézeteimet, és van egy plecsnyim, vagy hogy mondják ezt, tehát akadémiai doktor vagyok ebből, Szálasi életrajza miatt, meg az előző néhány évtizedes munkám miatt. Tehát nem nagyon tudok olyan komoly történészt, aki ügyben bírálna engem. Az, hogy Szakály Sándort nem tudtam meggyőzni Szálasi zsidópolitikai kapcsolatban, az inkább dicséretnek fogom föl. Visszatérve az előbbi kérdése, hogy ha nem történész, nem szakmabíró olvassa, akkor ez a szöveg a ma olvasójának lehet veszélyes, vagy csak elrettentő példa? Ez egy, nem, semmi nem veszélyes és minden. Szóval ennek nincs. Tehát, ha valaki, tehát ez nem úgy van, hogy vannak szövegek, amik üret kapnak. Szóval, hogy az olyan bonyolult rájönni arra, hogy egy fiatal ember mitől bolondul meg, vagy nem bolondul. Nekem egyszer egy diákom szemben az egyetem folyosóján, és egy helyes Szálasi jelvény volt az ő fekete ingének és a fekete zakóján. És érdeklődtem tőle, hogy tulajdonképpen, hogy van ez. És akkor ő mondta, hogy a Szálasi rendes ember volt, és mondtam, hogy jó, de ez egy kicsit ez olyan degusztáló az egyetemen. Tehát, hogy esetleg, hogyha visszaszorítaná az ez irányú szimpátiáit, akkor hát ő nem jön. Akarta, én meg ezek a 19 éves ember nem tudok vitatkozni, hát, hogy nem tudtam, hogy fegyelmi, az már nem az. De azért mondtam, hogy azért, hogy menjünk már át a dékánhoz, és persze, hogy azt mondta neki a dékán, hogy az nálam egyszerűbb ember volt, aztán figyelj, még egyszer meglátva kiváglak innen. Tehát abba hagyta ezt a bonyolult intellektuált. Talán mindenkettőnek igaza volt is. És akkor én mondtam neki, hogy mondjam már, hogy honnan veszi ezt a dolgot, és akkor elmondta nekem, hogy kedvesen, hogy N vidéki város gimnáziumába járt, és odaadta a történetlenek a könyvét, amely egy, ha akarod, egy lázál volt, az a lényeg, hogy a nyilasok azok rendes emberek voltak, de a kommunisták felöltöztek ki a suhába, és zsidókat öltek a Dunaparton. Köztudott, hogy a kommunisták antiszemiták, és akkor felsorolt a sztálinártás különböző, hát valóban kritikus cselekedeteink.
És akkor az ember ül egy kávéházban, nézi egy akkor 19 és fős gyereket, és azt mondja, mit mondasz neki? Tehát ilyen, mert azt nem mondom neki, amit a dékán helyett, hogy én már jelenik a dékán, nem mindenhol lényegnek. De hogy, tehát azt mondom, hogy minden szöveg tud beszélést tenni. Tehát teljesen mindegy. De ez, hogy szóval bármiből lehet bármikor bármi. De hadd térjek vissza egy ponton erre a dologra. Engem tudnék, szóval többször elvesztem a szövegben, mert nagyon, de az nagyon érdekes, amikor ő ilyen önvallomásokat tesz arról, hogy a hungarizmus az és az egy hosszú szöveg, de az mondja, hogy a zsidóság még úgy látszik nem döbbent rá, nem fogta fel észre, hogy egyáltalán nem akarja megérteni, hogy a hungarizmus egész ideológiai elmélet és gyakorlati rendszer a zsidóságot komolyan meg akarja menteni az életnek végpusztulását, amely felé most már rohan, és nem csak menetel, fel akarja tartóztatni, meg akarja akadályozni, hogy a hungarizmus megvalósítása jelenti számot utolsó mencsvára. Blablabla. És akkor mondja nagyon furcsa dolgot. A hungarizmusról nyugodt elkismert állítható, hogy az emberiség utolsó kísérlete, hogy a zsidók egyes békés úton meg tudja valósítani. Ezt nem tagadom, hogy több órára relatív ritkán fordul el, hogy egy mondattól ugye a délutánba belehanyatlok. Szóval, hogy, ez mi? Az ember, megmondom, hogy szerintem az emberiség miatt. Az emberiség utolsó kísérlete, ez mondjuk olyan, mintha mondjuk egy Stalin kantátaszerű műben lenne. Szóval ez egy kommunista duma tudni. Nem? Az emberiségre való hivatkozás, ha ez a kísérletesen fog sikerülni, a zsidóságot meg fogja semmisíteni, el fogja törölni a fölösszínű, hogy tették a punokkal. Ez nem fantasztikus megállapítás, hanem tény, melyet a zsidóság józanobbik, helyesen, lelkileg átszerveződő egy parányhányada és érző szívvel lát. A parányhányada is nagyon fontos dolog, mert azért az egy nyelv, tehát a nyelv az nem tévend. És azt akarom mondani, hogy ez egy, ja még van, egyesek azról mindig a zsidóság, hogy nem tehetnek róla, amit cselekszenek, ilyen a természetük. Ez elég született, és nem is veszik észre, hogy mennyire kiütköznek az egész emberiségből. Helyes. De akkor helyes az a nézet, és az emberiség védekezik ellene, és úgy is olyan eszközökkel. Magyarán ez egy nagyon fontos probléma, hogy először, amit te mondasz a németet, hogy nem nagyon láttam magyarul, de soha nem láttam magyarul. De, tehát ő nem egy egyszerű, modern antiszemita, aki pusztán racionális oldalán fogva. Tehát nem antiszemita, de van, hanem, és nem is bolond ebben az értelemben, hanem van benne egy nagyon fontos dolog, ez egy tehát, ő magát az emberiség megváltói közé sorolja ez a helyzet. Annak tekinti, azon kivételesen kevés emberek egyikének, akik látják, hogy az emberi nem a veszélybe rohan, ebben a zsidóknak részük van, de nem ők, hanem ők csak egy része ennek a dolognak. És hogy tulajdonképpen az egy érdekes dolog, hogy mire gondolok, hogy hogyan lehetett volna ennél turvábban csinálni. Szóval, hogy tulajdonképpen, tehát valamilyen módon, hogyha a zsidók megértenék, akkor nem történne velük. Ez azt jelenti, hogy ha nem lennének semmit. Tehát a dolog azért nagyon érdekes, nem ez olyan fontos, hogy lehet látni, ahogy ír. Tehát ha már ennyire, és lehet látni, hogy ő nem akarja magának megmondani, hogy azt fogjuk csinálni, hogy megölünk benneteket, mindannyiatokat. És állandóan még egy, van ez a nyelvi, ez a nagyon furcsa dolog, hogy van ez a bizonyos, és valóban ez a pózeni beszéd a Himmlernek, amikor leültette maga elé az ő, hogy úgy szóval, hogy 1000-valahány hívét körülbelül, akik értem, az SS felső vezetőit szokták mondani ilyenkor. És azt mondta nekik, hogy önök a német nép igaz hősei, önök mentették meg a világot, a tetteik összes nyomát el fogjuk tüntetni, soha erről beszél nem fog történni, végtelenül sajnáljuk, ennek nincsen emlékezete. Aztán ez a szöveg megmaradt, ennek megint vannak ilyen furcsa. És az egy nagyon furcsa szöveg. Abban a szempontból is furcsa, hogy ugye nem tudjuk, hogy ki írta, valójában fölmerül a kérdés, hogy a Himmler írta, hogy valamelyik beosztotta. De ugyanez a hevült bizonyosság van benne, hogy mi németek a zsidók megölésével megmentettük az emberiséget a legnagyobb rosszra, ami van, és ezt ti csináltátok, és erre legyetek büszkék, de soha nem fogunk erről beszélni. És ez nagyon zavarba ejtő, és ahogyan te azt kérdezed, hogy amikor az ember egy ilyen szöveget olvas, akkor állandóan mondjuk az én világomban ez egyéb szövegeket hoz elő. Tehát minden szöveget, ez az életem. Egy szöveg lesz, mint egy másik szöveg. Nem olyan nagyon bonyolult. És
Erről tényleg egyrészt a Himmler után az eszembe, másrészt pedig meg utána, a háború után, egy nagyon fontos dolog, ez a Hermann Imrének a zsidó gyűlöletről szóló szövege. Ahol a Hermann ugye egy szótárban tulajdonképpen a megkapaszkodási ösztön, tehát ahol egy pszichoanalitikus, egy nagyon konzervatív pszichoanalitikus, és tulajdonképpen ezt az egész dolgot a megkapaszkodási reflex és a rágcsálóktól a rovarokig tartó, tehát egy egészen elviselhetetlen biológiai metaforáig. És ez körülbelül kijelöli azt a helyet, ahol ő él. Azt akarom mondani, ez egy szűk látókörű és egyben nagyon nagyra hivatott, nem túl művelt, de nagyon sokat gondolkozó katonatiszt, akinek rend kell legyen a fejében. Ez nagyon eltér a Hitlertől valóban, a Hitlernek, a Hitler, hát lehet, hogy nem szeretném a kápolárokat lenézni a dönzőkben, de hát ő, neki tényleg más az edukációja. És ez ebből a szempontból azért nem bölcs, hogy ki vagyon átva, mert ennél fenyegetőbbet nem ismer. Tehát értszik, ez nem egy tombolás, ez nem egy lelkes örjöngés. És a magyar antiszemita szövegeknek a természete az nagyon bonyolult, mert hogy tulajdonképpen ilyen típusú, tehát egy olyan szöveg, ami a keletkezése után évtizedekkel kiadván folyamatosan újabb szövegeket idéz föl, és most hoz elő, ez nagyon intő jel, hogy és nem tudom szövegre gondolok, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem, tehát nehézség félre, ez, tehát látják, hogy nyilván az, hogy volt tanítványom, Bajer Zsolt így gondolja, hogy kipakolja magát az emberi létre alkalmas, kiváló emberek táborából, és úgy gondolja, hogy effektív megbolondul, ahhoz egy sort nem kell olvasni. Egy sort. Ő egyébként tekintetben azt hiszem, hogy megoldja ezt a problémát, tehát nem láttam. Tehát pusztán indulatból meg lehet vadulni. És ez a szöveg azért nagyon érdekes, mert ez most el fogja kezdeni élni az ő késői utóéletét. Az mindig egy nagyon érdekes dolog, amikor egy szöveg keletkezése és a kiadása között hosszú évtizedet telnek el, ez a más a kontextus nyilvánvaló. Igen, de te szakmád. És hogy ez nagyon radikálisan befolyásolja a szövegek sorsát. És köszönöm, szóval nagyon engem rettenesen foglalkoztat, hogy miket fognak erről írni. Mert egy olyan világ tárul föl, amit köszönöm szóval, amit nem nagyon ismerünk. Szóval a Bakitól az izény, amit ti kiadtatok a 93-ban, ami az a per, abban tulajdonképpen nincs ilyen típusú szöveg, hanem egy vallomásod, tehát egy sarokba szorított helyzetben való idézőrött helytállás történik. De egy láthatóan ez sem érdekül. Tehát tulajdonképpen nem nagyon van tudásunk arról, ami a legfontosabb, hogy mi volt ezeknek a fejében. Pont ezért jeleztem azt, hogy veszélyesen tartom, mert miközben mondjuk azok a történelmi fejtegetései, hogy a Szovjetuniót úgy kéne legyőzni, egyszerre Németország és Japán megtámadja egyik ugye nyugatról, másik keletről, miközben a történelmi időszak már elmúlt e fölött. Bocsánat, csak elmondhatom, hogy nem, semmilyen veszély nincsen benne, van egy sokkal fontosabb dolog, hogy ez mi vagyunk. Oké? Ez Magyarország. Tehát mindannyian, tök minden nekem, hogy maguknak milyen a származása volt, beleértem az enyém, mert tök minden olyan neveltek. Ez a magyar nyelvű szövegek korpuszának, oké? Okay? Tehát ez annak a része, és nem lehet ezt eltúlni. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy pszichopata barom volt, és jó ötletéből felhúzták. Mellégesen én általában nagyon, ez nekem egy gyenge pontom, mert elvben halálos ítélet ellenes vagyok, de például most, hogy például azt mondja elnökkel kapcsolatban, annának lennének elképzeléseim, hogy az ember, aki lebombáztat egy gyerekkórházat, azzal mi a teendő, de mondjuk, tehát mondja, tehát ugye ez a civilizációnak a vége. De hogy ez most, hogy ez a szöveg, ez most bekerült, oké, a magyar nyelvi nyomtatott szövegek kánonjába, a korpuszába. És ott el fog kezdeni élni, és nem, ez nem beszélnek a kérdésre, hanem ott el fog kezdeni működni. El fog kezdeni az őrületes kommentárjaiddal, azt kell mondanom, hogy azért én nem bírni. Szóval, és nagyon érdekes, hogy nem vagyok rá kényszerítve, hogy például nagyon érdemes megnézni ezeknek az embereknek az utóéletét, tehát hányat végeztek ki közül. Tehát azért, és hogy milyen életet éltek, és hogy kik voltak. Ez tényleg egy
elképesztő tükör. Elképesztő. És nagyon nagyon fontos a sok kettős kérdése. Tehát, hogy ebből lehet látni, hogy milyen hosszú idő telt el, hogy tulajdonképpen megtalálhatatlan egy csomó ember már. Hát, hogy írt a Bari, hogyha 10 vagy, tehát ez mit szoktam? Hát, hogy nem, tele van emberekkel. Mándi Nagy István doktor kérdőjel népügyész. Tehát, hogy eltűntek ezek az emberek már. Tehát, hogy nagyon kevés nyomuk maradt. 20 évvel ezelőtt az emberek megtalálhatóak lettek volna. 30 évvel ezelőtt rövidben megtalálhatóak lettek volna. Mert hogy még élnek. Vagy ez tényleg Megyes Kálmán és Szálasi Ívő, szóval, hogy oké. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, az írásos kultúrában olvasni gyakorlatilag a történelemből kicsinő emberek. Tehát akik már elmentek, nem tudod, hol van a sírjuk, nem tudod, kik voltak, nem tudsz róluk semmit. És ez egy nagyon, az érték, az mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog egy ilyen könyvben, ahol egymás alatt látják, ott van Matolcsi Mátyás, doktor 953, és akkor alatta van ez a dolog, így, hogy Mérő József, ülésező tanácstagja, SPD. Tehát, hogy ettől hirtelen elkezded érezni, hogy mennyi idő múlt el, milyen távol van és milyen közel. Na, bocsánat, nem akarom, most az ilyen. Csak azt akartam az előbb felvetésként kérdezni, ugye, tehát, hogy azok a történelmi tények, ami történelmi tényként szerepelnek a könyvben, azokat ma már tudjuk, hogy nyilván meghaladta a kor. Tehát ugye azok a fantaszta őrültségei, hogy a Szovjetunió legyőzi, amit az előbb mondtam is, hogy német, az a japán együtt, igen. Tehát, hogy azok mellett az érvek mellett akkor is kitartott, amikor már nyilvánvaló volt, a csendes ozeáni hadszintéren mi zajlik, meg ugye Japán hogy szorul vissza. Ami nekem befogadóként jelent problémát, és szöveggel foglalkozom azért pár évtizedet, tehát tényleg kettő, mondjuk, alsó hangon. De hogy a befogadás oldaláról, és úgy értem a veszélyességét a szövegnek, hogy a látszalagos történelmi tények, vagy eseménytörténetek kronológiát közé van betéve az ideológiai tapaszt, vagy ideológiai háttér. És itt érzem a csapdajátékot, és persze lehet más példákat is hozni egyébként az ilyen típusú szövegek kapcsán, hogy az olvasót meg tudja vezetni pontosan azért, azt a látszatot kelti, mintha történelmileg hiteles dolgot adna elő. Akiknek a kezében még nem volt ez a elég vaskos kötet, azért hagyd mondjam el, hogy ez legalább két egymástól jól elkülöníthető részből áll. Az egyik az 1942-ben elkezdte Szálasi írni a saját magának, ezt inkább úgy mondanám, hogy ilyen gondolatok jegyzéke. Ez nem egy szabályos napló abban az értelemben, hogy arról, hogy ő hova megy, mit csinál, mit gondol éppen az nap, az sokszor szerepel. Hogy különböző eseményekről neki különböző dolgok eszébe jutnak, az nagyon fontos 42-43 folyamán, de utána jön egy hiátus, hát a hatalomrajtás után már nem ír naplót, majd 1945. október 7-én, amikor már 4 napja az Andrássy út 60 egyik pincelárkájának a fogja, akkor kezdi el írni a naplót. Most már gondolkodik. Most már azon gondolkodik, hogy hogy jutott idáig, mi az ő világképe, és mit fog majd csinálni abban az esetben, hogyha nem végeznék ki, mert ez az eset ez is fölmerül benne, illetve, hogy az ő eszméje hogyan fog majd halála, mártír halála után diadalmaskodni. De az első két részben, tehát sajnos az A füzet még nem került elő, de a B és a C füzetben, ezt az egyik sajtóalárendelés alkalmával, még akkoriban a Beszélő cím folyóiratban jelent meg két részben, 2008 elején, akkor azt a címet adtam ennek a szövegközésnek, hogy Reflektor a sötétben. Tudnék, Szálasi gomolygó gondolatainak sötétjébe világít be ez a napló. Két szempontból. Egyik az, hogy miről ír. Ez nagyon érdekes lehet. De majdnem olyan érdekes az, hogy milyen nagyon fontos katonai, hadászati, politikai eseményekről egyáltalán nem ír. És nem azért nem ír, mintha nem tudna róluk, hanem azért nem ír ezekről, mert nem illenek bele a világképébe. Tehát képzeljünk el, lehet, hogy nagyon rossz példa, mint minden példa. Képzeljünk el egy embert, aki körülnéz, és azt mondja, hogy itt most nagyon-nagyon sötét van. Milyen kár, hogy itt most egyetlen egy lámpa se ég. Erre mondják neki, hogy de nem, hát itt most
itt nagyon sötét van. Mi győzünk. A mi eszménk magasabb rendű, a vörös hadsereget le fogjuk verni, mi majd győzni fogunk, mert hiszen a németeket nem lehet legyőzni, ha összefognak az olaszokkal és a magyarokkal, akkor biztosan győzni fogunk, és akkor nem érdekes az, hogy mások azt mondják, hogy itt égnek a lámpák. Mindenki más téved. Nekem van igazam, nagyon-nagyon igazam, bal is erőli meg egy győződve, és ha felakasztanak, ha kivégeznek, akkor a halotti leplem leplezni fogja az igazságomat. De az igazságom miként Krisztus igazsága Magyarország szerte, Európa szerte, világ szerte diadalmaskodni fog. És most tényleg én úgy tudom, hogy a magvető kiadónak nincsenek további kiadási tervei velem kapcsolatban, tehát nem hízelgésből mondom, de a címe ennek a sorozatnak a tények és tanok. Amikor meghallottam, hogy az a kósza ötletem, ami ezt majd talán az emlékirataimban meg fogom írni, hogy ez úgy történt, hogy ment be a munkahelyére Smal Alexandra a magvető kiadóba, és fölhívott, hogy van-e valami ötlete. Mire beért, ezt az ötletemet ő bevitte. Nemrég váltottunk egy kis rövid e-mailt, és akkor ő saját magát ennek a kötetnek a szülő anyjának nevezte. Én mondtam, hogy én a szülő apja vagyok akkor. Szálasi a gyermekünk, Szálasi a gyermekünk. Hát, hogy ez gyógyítható, vagy torszülő, ez egy lény, ez létezik. Most már tényleg ez a szöveg, most már mindenki számára hozzáférhető. Az előbb beszélgetésben kérdezték, hogy ezt lehet-e olvasni. Persze, valaki ma bemegy Budapest főváros levéltárába, akkor ott a levéltárban hétfőtől csütörtökig akár 6-8 órán keresztül olvashatja. Be kell mondjam, hogy Alexa rákényszerített arra idén tavasztól, hogy hetente legalább 70 oldalt ebből elolvassak. Hát néha úgy éreztem, hogy jobb lenne, ha inkább verne. De hát ő nem olyan, úgyhogy a telefonjai és az e-mailjei viszont kikényszerítették belőlem ezt a kéziratot. Neki is, és a kiadónak is. Nagyon köszönöm. Egy kérdés még így a végére, ahogy az olvasó szempontjából. Teljességről beszélhetünk, vagy további kallódó napló részletek vannak még, amikor nem tudunk. Ugye az elhangzott, ugye, hogy az ABC közül ugye az A az, amelyik ugye még nincs meg, vagy legalábbis nagyon töredék részben ismerős. De hogy csak ennyi, van még ennyi lehetőség? Nem, ennyi, tehát az már biztos, hogy Szálasi a börtönben annyit írt, hogy ott emellé már mondjuk egy politikai pamflettet, vagy bármi mást már biztos, hogy nem írt. Tehát előtte viszont azt tudjuk, hogy 42-ben írta a naplójának, a akkori naplójának, gondolatok jegyzékének az A-füzetét. Ennek az A-füzetnek a legnagyobb része, több mint 90%-a még nem került elő. Hogy a C-füzet hogy került a Zsidó Múzeum irattárába, ha erre a kérdésre válaszolni tudnék, akkor nagyon boldog lennék, és még boldogabb, ha fogalmam lenne arról, hogy a B-napló részlet hogy került Izraelbe. Mindenféle ötletem van, de ezeket az ötleteket esetleg 4 szem közt, vagy 6 szem közt bárkivel megosztom, de ezek kutatási hipotézisek. Valaki nyilván, aki valamilyen módon Péter Gábor környékén tartózkodott 1945-46-ban, az belenyúlt és 2 helyre elvitte. Vagy 3 helyre, nem tudjuk, hogy hol van az A-füzet. Ők is gépelték a kéziratokat? Legépelték, a börtönnaplót biztosan legépelték. A C-füzetet nem gépelték le, viszont lemásolták. Nincs, tehát bocsánat, legyen világos, hogy a végül is előkerült B-füzetnek csak egy fénymásolt változata van a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumában, Luszti Buréknál. Hol van az eredeti? Na most nem maguktól kérdezem, tehát aki esetleg tud róla, az utána mondja meg nekem, és azt is, hogy eddig miért rejtegette, de van egy fogadásom, hogy itt most senki nem fog utána engem megkeresni, hogy nálam vagy, meg tudom, hát eddig a nagypapa őrizgette a éjjeli szekrényben, nem tudni. Nem, tehát a naplók sorsáról azt mondjam, hogy Závadapál tudna írni egy jó regényt, más is tudna esetleg, én történészként találgatni tudok, de
tovább. Nem tudok, ha az áfüzet megjelenik, akkor, és ezt vehetik nyári Krisztiánék fenyegetésnek, ha az áfüzet megjelenik, akkor megjelenek, hogy csináljunk egy bővített második kiadást, és akkor A, B, C füzet. És legalább 1000 oldal. Ugye, ennek az nem lesz hosszú, az nem hosszú, még egy százalékban. Köszönjük szépen a figyelmet. Kérdés van-e az alkotókhoz? Alkotóhoz beszélgetek. Akkor dedikálás következik. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.